A Bogyiszlói Általános Iskolások műsorával kezdődött el a község új minibölcsödéjének átadó ünnepsége. Az utóbbi években, köszönhetően a kormány családokat támogató programjainak, egyre több fiatal házas döntött úgy, hogy Bogyiszlóra költözik és családot alapít. A megnövekedett gyermekszámnak köszönhetően pedig szükség volt egy intézményre, ahová szülők a gyerekeket vihetik, amíg ők dolgoznak. Elemi érdek volt, hogy bölcsödét építsünk, és hát az állami ösztönzés is ebben van, hiszen ezek a területfejlesztési operatív program, de a Magyar Falu program is, és más pályázatok is támogatják a bölcsöde felújításokat, építéseket, és mi is szerettünk volna bölcsödét építeni. Horváth István, Tolna megye egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője elmondta, az elmúlt pár évben Bogyiszlóra közel 40 sikeres pályázat érkezett, amiknek köszönhetően számos fejlesztést tudtak végrehajtani a községben. Az elmúlt 4 évben Bogyiszló szinte összes középületét felújítottuk. Felújítottuk az óvodát, az iskolát, az egyházi intézményeket. Egy turisztikai beruházásként a Bogyiszlói Holtág környezetében egy sétányt, egy partfal megerősítést és közösségi teret hoztunk létre. A 8 férőhelyes bölcsöde mintegy 152 millió forintból a terület- és településfejlesztési operatív program keretein belül valósult meg.